Mit lehetne tenni egy ilyen, hát eléggé nehéz, mondhatnám azt is, hogy, hát tulajdonképpen egy újabb ipari forradalomnak a küszöbén állva, hogyan tudunk helytállni, mert ugye itt az alapvető, amiről én beszélek, vagy amelyik körről én beszélek, az mindig a KKV köre, mert a multik majd csak elboldogulnak valahol, őket nem síratom annyira. A nagyobb magyar cégeknek pedig megvan már az a fajta szakértelmük, amelyel kell elég jól tudnak boldogulni. Tehát akiknek igazából hiányzik a segítség, nagyon sokszor különösen vidéki települések régiók körzetében, az a fajta támogató tudás, amelyet mi nagyon szeretnénk kiszélesíteni, és ez mindent elkövetünk ilyen bizonyos tanácsadói körökben is, hogy ez realitássá váljon, hogy elérjenek minket, akár csoportosan is a segítségre szorulók. Mert nem az a lényeg, hogy ő nem tudja, hanem hogy hogyan tudná jobban is, mivel hogy elég nagy tömeget tud az ember így áttekinteni egy idő után. Ezért megvannak azok a fajta életre szóló jó tapasztalatok, amelyeket garantáltan érdemes figyelembe venni, és ez nagyon sokat segít. Ezeket némiképpen sorra véve, kicsit a tanácsadói tapasztalatokba is merítkezve, három nagy kupacot tudnék megemlíteni, vagy csomagot, ahogy jobban teszik. Egyrészt az, hogy milyen fajta gazdasági tisztánlátás, növekedési potenciál kérdések azok, amelyek azt segítik, vagy arra késztetnek is, hogy megálljuk jó alapos, nem csak, hogy egyszerűen megálljuk a helyünket a piacon, hanem nagyon tudatos menedzserés mentén be tudjuk alaposan gyökerezni, vagyis az azt jelenti, hogy ne legyen olyan könnyen felborítható az életünk, hogyha egy-egy konkurens megjelenik, mert azokra is kellő időt tudunk és kellő figyelmet tudunk fordítani. Az egyik ilyen, és ezen belül egyik ilyen kardinális kérdés az életciklus, tehát az is fontos tudni, hogy én nem csak mint emberként, mert ugye vannak szervezeti életciklusok, a szervezeteknek vannak életciklusai, és én ezt nagyon fontos tudásnak tartom, az egyik legfontosabb tudásnak, mert akkor azt szerint kell kezelni, tehát nem igaz az a generális szósz, amit általában egyébként nagyon gyakran tanítanak az iskolában, hogy nagyon gyakran a divathoz is kapcsolódva, hogy ez a tuti módszer. Nem igaz, nincs ilyen, hogy tuti módszer. Vannak jó módszerek, de a módszer csak módszerességet jelent, és nem többet. Hogyha igazán életszerűvé szeretnénk tenni és tartani a cégünket, akkor nagyon önmagunkhoz képesti fejlődést kell megterveznünk, és ebben nem szabad Isten igazából nagyon eltérni, mert különben, hogyha nagyon nagy ugrást tervezünk, és nagyon nagy ugrást próbál megcélozni, az nem biztos, hogy sikerül, viszont a szisztematikus és tudatos lépéssor és az életciklus megfelelő figyelése mentén, bocsánat, ki volt vizet, viszont akkor biztosan jól tudunk haladni. Nem beszél arról, hogy, és ez a másik fontos ilyen kérdéskör, amivel szeretnénk egy kicsit foglalkozni, a tartalékok. Olyan cég nincsen, eddigi tapasztalatom szerint sosem volt, ahol ne lennének úgymond tartalékok, amivel ha felszabadítunk, amivel foglalkozunk, akkor tulajdonképpen nem csak időt nyerünk, hanem költségeket is tudunk megtakarítani, és ez nagyon fontos. Mert nagyon jól tudjuk, hogy árbevétel minusz költségek egyenlő nyereség. Tehát nyilvánvalóan nekünk minden költséggel való gazdálkodás pozitív hatású lesz a cégünkre. És nyilvánvalóan innen már csak egy lépés a pénzgazdálkodás, amely ugye ahogy a háztartásunkban is nagyon komoly tervezést igényel felül, másfelül nagyon komoly odafigyelést, hiszen a pénzből sos elég, tudjuk jól, de különösen akkor, hogyha nem eléggé figyelünk rá, és esetleg itt-ott, hát úgymond elfolyik. És olyan, hogy az a végül is a cég számára az a vér, hát nem mindegy, hogy mennyi van a szervezetben. A következő ilyen működési köteg, vagy kérdésköteg,
az a rendszerszerű működés és fejlődés. Minden cégnek az életében eljön az a lépés, amikor el kell kezdeni komolyan gondolkozni azon, hogy rendszerszerűen működjön egyfelől, másfelől meg, hogy fejlődjön. Tehát, hogy szüksége van arra, hogy előrelátó legyen, és ebben az előrelátásban akkor jobban helyet tud kapni az, hogy mikor, mit, hogyan valósítok úgy meg, hogy valódi növekedési potenciál legyen benne. Nyilván, aki mozog, az változik, mindannyian változunk, minden személy szerint is, és mindenkinek változnia kell. Azt szoktam mondani, hogy tegyük barátává a változásokat, mert különben pedig ellenünk fordul az ellenségünkhez. És nem mindegy, hogy hogyan változunk, ez nagyon nem mindegy. És végül egy divat szó ide bekerül, az agilis vezetés, de nem annyira divat szó ez, ezt ismerjük másik korszakokból is, tehát én sokáig vállalatoknál dolgoztam, ugye, mert önálló szervező, tanácsadó nem volt a szocialista világban, legfeljebb intézmények, intézetek, de a vállalatokon belül is voltak úgynevezett szervezési osztályok részlegek, és nagyon sokáig dolgoztam mindenféle nagy vállalatok, mert természetesen mentem az időben, csak nagyobb vállalatok léteztek, és már akkor is ismertük az agilis vezetésnek, nem ez volt a neve, és nem ilyen fajta támogatás mellett ismertük, hiszen az időben számítógép csak a legnagyobb cégeknek volt, és azok is ilyen bűvös nagy termekben voltak elhelyezve, és csak különleges, titokzatos emberek jöhettek ki meg be, olyan volt egy kicsit, mint az oroszlán barlangja. No, de hát ugye most már mindenkinek laptop meg minden van, tehát a támogatottság a kezében van, mondhatni a marsalbot, és ezért jobban tudja ezt az úgynevezett agilis, vagy ez kicsit a gyorsabb, a nem teljesen kiforrott, de ugyanakkor pedig az intuícióra erősen támaszkodó vezetési formáról van szó és technikákról. Tehát nem egy ördögbőség dolog, csak mondom, a támogatottsága az javult. A másik, ami bejön, és ez a garantált haláleset, az úgynevezett alapítói keletszet. Talán egy kicsit a nevében benne is rejtezik, amit akarok mondani. Vagyis az, hogy anyukák ezt különösen értik, én biztos megértem, nől a gyerek, Jézusom, el kell engedni diszkóba, mert hú, mi lesz vele, milyen jó volt, amíg kicsi volt, hogy ezt ismerjük. És vannak, hát nem mondom, hogy csak az anyukák, de az nagyon sok szülő nem szeretne, ha felnőne a gyerek, hát nem úgy, hogy ilyen nagy legyen, vagy olyan nagy legyen, hanem hogy önálló legyen. Ugye a Mama Hotel, ez egy klasszikus hasonlat, arra nézve, hogy miért is maradnak otthon a gyerekek, mert el vannak látva minden, de mi ennek az ára, az az ára, hogy nem önállósul. Na most a cégnél is ez nagyon gyakori. Nem akarom, hogy nőjön, növekedjen, növekszik, nem tudom átlátni. Mert nem tudom jól ellátni a mindennapos menedzsment feladatokat. Ezért van az például, hogy egy méretnagyság után már a számlákkal zűrök kezdenek lenni, a cash flow-val, esetleg a vevő kiszolgálása köré zűrök teremtődnek, mert nincsen rend, nem alakul át úgy a szervezet, hogy ugyanakkor cserére is sor kerülhessen. Tehát az, hogy elmegy a munkaerről valaki, utána nagyon sok funkciót betöltött, összeomlik. Tehát nem is tudom jól átadni a feladatot, a funkciót. Na most ekkor kell úgymond felkészíteni a felnőtt korra, hogy tudjon, ugye, ha gyerekről van szó, szóval mindjárt érzik, például tudjon önálló gazdálkodni, tudjon háztartást venni, stb. Most ugyanez a cégnél is, hogy ha én nem vagyok jelen, akkor is működjön. Ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz, hiszen mi mindannyian, mint vállalkozók, én is így vagyok vele, édes gyermekünk a cégünk, és nem nagyon örülünk, hogyha másodtan elkezdünk kutakodni benne, de ugyanakkor megszabályozni kell. Tehát ez egy tulajdonképpen nem egyéb az alapítói keretszem, mint ennek a nem csinálása, mert viszont az egy objektív törvényszerűség, hogyha vállalkozásunk van, annak valamilyen fódon növekednie kell. Ez nem törvényszerűen azt jelenti, hogy van egy kis telephelyem, és akkor csinálok, mit tudom, még nagyobbat, meg még nagyobbat, meg esetleg terjeszkedek is, nem törvényszerű ezt jelenti, hanem hogy fejlődnie kell, hogy más technológiákat bevezetni, hogy minőséget váltani,
rendet csinálni, átadhatóvá tenni. Ugye az előbb említett haláleset kapcsán milyen baj volt, hogy nem volt intézményesítve a cég, nem volt ez a tudás átadható, holott átadható lehetett volna. Megfelelő műszaki leírásokkal, technológiai leírásokkal, műszaki rajzokkal. Tehát akkor így mérnök ránéz, és látja, hogy mit kell csinálni. Nem mondom, hogy olyan jól csinálta volna, mint az alapító apa, de meg tudta volna csinálni. A következő korszak, azt már tisztán látjuk, hogy miről van szó, mert a neve is takarja, a serdülőkor. A serdülőkor nem egyéb, mint átmenet a felnőtt kor felé. Tulajdonképpen ekkor kell nagyon erősen megalapozni azt, hogy ha esetleg a tulajdonos vagy a ügyvezetés már nem látja át, átláthatóvá kell tenni úgy a szervezetet, hogy bármikor, hogyha valaki kiesik a munkából bármilyen ok miatt, akár eltávozik, mert jobb a szomszéd létjénél tevékenykedni, akkor sem fogunk tudni zavarba jönni. Ez szabályozottságot, rendcsinálást, paradigmaváltás jelent, tehát azt jelenti, hogy a menedzsment és a tulajdonosi funkcióknak ketté kell válni, az egyik legkardinálisabb kérdés. Ez azt jelenti, hogy még akkor is, ha én maradok az ügyvezető igazgatója cégnek, akkor is, már vége annak, hogy a cég zsebébe szabadon turkálhatok, mert ugye, ahogy nő a cég, egyre inkább bejön a képbe az, hogy akkor úristen, akkor esetleg másoknak is kedve szortjon erre. Igen. Összefogom a férfikor. Az egy fejlettebb kor nyilvánvalóan, és a legfejlettebb kor látszólag a megállapodottság, holott nem igaz, csak miután a férfikorban mindenféle fajta rend és fegyelem és növekedés van, ezért tulajdonképpen kell egy játéktér. Na most, hogyha ez a férfikor nem jól alapul meg, akkor tulajdonképpen kétféle haláleset és kiáramlás lehet. Az egyik az úgynevezett beteljesületlen vállalkozó, amikor is úgy érzi, hogy nem sikerült ez, és azért nem sikerült, mert és ezért is nem tudta megcsinálni, mert nem szabályozott, csak úgy átad olykor hatásköröket. A másik pedig az idő előtt öregedés, amikor elunja az egészet, és nem nincs rendszeresen jelen, és a rendcsinálók vagy kiszorítják, vagy ő magának megy el a kedve a cégtől. De hogyha rendben minden, és a férfikor és a megállapodottság között ezek az úgynevezett fontos egészségügyi arányai összefüggések nagyon megtarthatók, akkor bennmaradunk ebbe a korszakban, nem akkor lefele hanyatlik, és akkor már jönnek az egyre betegebb korszakok, és ezt már is akarom kirészletezni. Tulajdonképpen a tudás hasznosításról már kevesebbet fogok beszélni. Annyit, hogy az előjáróban elmondtam, ez egy mérleg, amit látják, egy kicsit sajátságosan felépítve, amit inkább a tartalmat próbálja prezentálni, és azt, ami nagyon fontos, hogy mennyi látható vagy a része mindenkinek, minden cégnek, ugye egy szék, asztal, stb. Tehát amit könnyen leltározunk, úgymond. És van egy nagyobbik rész, azt viszont tisztán látják, amit meg nem eléggé foglalkozunk. A magyar váltók, a magyar KKV-k meg különösen kevésre. Mi ez? Az ügyféleszközök, az, hogy vevők, hogy szállítók, hogy környezet, stb. Ez még úgy, ahogy, de nem nagyon tartják úgy nyilván, ahogy kellene. Ami mérhetetlenül nagy gond, az tulajdonképpen a szervezeti eszközök, menedzsment, menedzselés, menedzsment technikák, rendcsinálási technikák, a színvonal, a különféle szabadalmaknak a nyilvántartása. Például a cégnél is az volt, hogy apa halálával elfelejtették a szabadalmat újra bejegyeztetni, vagy újra meghosszabbítani, és még az a védelem sem maradt meg benne, amit benne maradhatott volna a cégben az előző példára visszatérve, a szervezeti kultúra. És így tovább, és a harmadik, amely a legsúlyosabb, a munkatársak kompetenciája. Ne felejtsük el, hogy az igazi tudás, az minden este hazamegy. Az a szaki, aki nagyon érti a szakmáját, az hazamegy. És közben a mi munkatársunk, és lehet, hogy holnap nem lesz a mi munkatársunk, tehát különösen fontos a megbecsülésük, különösen azoknak kis cégeknél, ahol valami különleges tudások van szükség. Ugye nyilvánvalóan egy ilyen, mint a pékséged, különleges szolgáltatás, ilyen a vendéglátás, a turisztika és annyira, de mindenütt, tehát olyan nincsen, hogy nincs, mert minden
személyre szabott tudás, minden egyéni tudás, az tulajdonképpen hozzánk kötődik, az nem a legnagyobb kivéres izottsággal és mester-tanítványi viszony között is 20-25 évek sokszor, amikor egy mindenféle fajta tudást át tudunk adni, és még akkor is kérdéses. Itt kialakul azért egy olyan bizalmi viszony, hogyha én azt mondom, hogy úgy van, akkor szárhiszik. Hát tehát, hogy legalább egy együttműködési készségre azért, amikor már egy vállalkozó behív egy tanácsadót, akkor már egyrészt eljutott a felismerésig, hogy problémája van, másrészt pedig a nyitottságra, hogy valahogy ezt meg kellene oldani. Tehát, hogy azért kialakul egy olyan bizalmi viszony, ami után azért... Hát amikor nem is tudnak együttműködni, hát hogy lehet úgy például, most mondom, hogy orvos, tehát hogy tudja együttműködni egy orvos, amikor mondja, hogy tárcsakkezelnek egy fogorvos, már az egy műtai gyökérkezelésre, hát akkor nem engedi, akkor végig tovább, nem? A fájdalom marad. A fájdalom, tehát azt mondom, hogy kéten az ember azt mondta, hogy igen, eddig tartott, de most már szakemberre van szüksége. És hát nyilvánvalóan kölcsönösen ki kell ismerjük egymást, mert az ember aztán, hogyha jó, akkor nem fog máshoz menni. Mint a orvoshoz sem megyek máshoz, ami jó, orvoshoz is. Tényleg megcsinálja, ne, és nem azért csinálja meg, hogy három év múlva már megint ugyan még nagyon rúgja rajta. És nem fáj utána, az fontos. Igen, nem fáj utána. Tehát azért mondom, hogy ezek ilyen bizalmi dolgok, igen. Az ügyvéd is egy bizalmi dolgok. Igen? Nekem csak annyi, hogy igen, szakember. Na, de most honnan tudom, hogy az a szakember, az pontosan nekem fog tudni segíteni mondjuk a vállalkozásomban, vagy lehet, hogy egy olyat fogok ki, aki hát ezt nem szabad a véletlenre bízni. Hát igen, de erre is kellene valamiféle ajánlás, vagy valamiféle olyan, hogy ugye önök ott tanították, és azok az emberek, akik ott végeztek, valószínűleg az ön által leadott tananyagot, meg egyáltalán az ön elveit képviseli, mert ugye nem biztos, hogy mindenki, ami egy ilyen valamilyen olcsó, mit tudom, és ilyen 10 órás tanfolyamon elvégzett, és ő azt mondja, hogy ő micsoda jó hája. Hát, tehát ő elmegy egy ilyen, amúgy is bizonytalan vezetőhöz, aki azt szeretné, hogy őt megerősítse azokban a gondolatokban, ami még ott belül a jéghegy alatt tetszett, mondom, a jéghegy alatt ott van még nagyon sok minden ötletem, de abban valamiféle megerősítés kellene ahhoz, hogy én oda lépegessek. És ez egy olyan jó HR kellene, aki így látja, mint önök, hogy tud segíteni. Hát vannak azért hites, tehát minősített tanácsadót fogadni csupán. Tehát azok közül is megnézni, kinek milyen referenciája. Igen, a referenciája is az, amit meg az ismeretségi, vagy a ismeretségi. Tehát csak utána néznék, mint a gyorsban, én sem fekszem rá, mint a sebész altatásába, úgyhogy ne tudnám, hogy ki az, aki majd megy. Hát, hogy ez ilyen dolog. Ezért megkérdem a többieket, hogy életben maradt-e rokonságban. Kit ajánlom? Általában ezek ismeretségi alapon működő dolgok. Szeretnénk még egy ilyet majd a pályázatban benne van. Tulajdonképpen nem erre érezzük ki, de az, hogy ilyen, tehát, adunk egymásnak valamilyen szolgáltatást, vagy önkéntes munkát, de ezt erre a részére is ki lehetne egészíteni, hogy például jó HR-es. Tehát, akinek van jó referenciá, vagy valamilyen szinten, akkor segíteni a másikat, például a vállalkozót ebben, hogy lenne egy ilyen lista, akit tetszene ismerni, vagy már több helyen volt, és itt vannak a referenciái, akkor mi föl tudjuk ajánlani ezen a honlapunkon, mert ez a célja majd valamikor a honlapunknak is, hogy legyen egy ilyen pontja, hogy akár olyan, aki mondjuk elmegy a kiskertetben egy néninek segíteni kapálni, de akár egy B-hez mondjuk, elmenne önkéntesként, vagy plusz időbe, vagy nem tudom miben, tehát ilyesmit is, ilyen szívességi adatbankot szeretnénk majd a végén létrehozni, és akkor ebben lehetne például az a HR-es, akit már ugye valamilyen szinten valaki ismer, vagy valahol már tudott segíteni több vállalkozásban. Ez biztos, hogy nagyon hasznos lenne a közösség életének, tehát az, hogy legyen egy helyi, akár helyben vagy akár helyben. Most nem volt a HR-es, de akár milyen ilyen összefogás. Tehát az attól függ, hogy milyen problémáról van szó, már bocsánat, de gondolom, jobb a kiválasztás, vagy ilyesmibe tudnak segíteni, nem? Nem hinném, hogy most maximum életútervezés, de az, hogy a működést hogyan reformálja meg, maximum a szervezeti kultúra erejéig, tehát vigyázzunk, tehát a sebész, sebész. A belgyógyász, belgyógyász, tehát azért a fogorvos, fogorvos, tehát azért mindenkinek megvan a maga erőssége. Na most egy kis vállalkozásnak komplex tanácsadásra van szükség, aki mindenhez ért olyan szintig, ahol hogy el tudjon jól indulni.
Tehát azért meg, hogy jól meg tudjon így a keresenni a piacban, meg hogy jól tudjon utána úgymond intézményesülni, tehát hogy legyenek olyan gyökerei, hogy utána tudja a levélkét meg a termést hozni. Ez egy komplex dolog, tehát ebben mindenben ott van kellene. Nem csak pénzügyekben, nem csak a piacban. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.